Metró érkezik a Pöttyös utcai állomásra, hogy le is felszállhassanak az utasok. Átlagos jelenet a budapestiek életében, de gondolták volna, hogy ez már vagy 40 éve így megy. A 3-as metró építése 1970-ben kezdődött, és több ütemben 20 év múlva készült el. Azóta minden nap rendíthetetlenül közlekedik a föld alatti vasút. Azaz, az utóbbi években nagyon is megrendült a metró egészsége, és a munkálatok megkezdése előtt már hetente történt valami műszaki hiba, ami veszélyeztette az utazás biztonságát. Nem véletlen. Az elmúlt 45 évben senki nem újította fel a metrót, csak a kötelező karbantartásokat végezték el. Nagyon sűrűn következtek be sintörések, sín meghibásodások, de gyakorlatilag az összes műszaki berendezésnél a javítás, karbantartás már gondot okozott. Nem rendelkeztünk megfelelő tartalékalkatrészekkel, ezeket már nem gyártották, tehát ez már tovább nem volt tartható. Ezt ahhoz lehet hasonlítani, hogy van egy vasbetonvázas épület, amit teljesen gyakorlatilag a vasbetonvázig visszabontanak, és újra öltöztetik magát a házat, ugyanezt történt a metrónál. Ennek az újraöltöztetett metrónak az északi szakaszát 2019-ben adták át, aztán áprilisban megindult a déli szakasz 18 hónapig tartó teljes körű felújítása. A pótlóbuszozásban megfáradt budapestiek az október 22-i átadáson lélegezhettek fel. Amit azonban ebből az egész nagy megújulásból az utas lát, az csak az állomások új dizájnja, pedig ez a felújításnak csak 20%-át teszi ki. A munka jelentős része a korszerű biztonsági berendezések beépítésével telt. Olyan füst- és hőelvezetési rendszer készült, főszellőzési rendszer, ami eddig nem volt, kiegészítve egy automatikus címezhető tűzjelző berendezéssel, ami azt jelenti, hogy a tűzjelző az esetleges tűznek a pontos helyét is jelzi. Automatikus vízközelautó berendezés egészíti ki ezt az egész rendszert, tehát alapvetően javult az utas és a vasútbiztonság, de ugyanígy az áramellátási rendszer is korszerűsítésre került. Olyan rendszer működik, ami például a fékezési energiát visszatáplálja, hasznosítható, eddig ez szintén nem volt, illetve maga a vasúti pálya és az alagút is teljes egészében megújult. Azt tudni kell, hogy a legnagyobb ellenség egy ilyen mélyépítési létesítménynek a víz. Ugye olyan mélyépítési létesítményt építeni, amit teljesen porszáraz, és a víz nem jut be, pláne ilyen mélységben, ilyen szerkezetekkel, szinte lehetetlen, illetve olyan költséggel jár, hogy nem is érdemes megcsinálni. Ezért úgy alakítottuk ki a meglévő szerkezeteket, hogy ahol lehetett a vízútját elálltuk, injektáltunk, szigeteltünk. A teljes vasúti pálya mellett a világítás is megújult. A korábbi fénycsövek helyett ma már kellemesebb és gazdaságosabb ledes fényforrások világítják be a tereket, amelyek így sokkal világosabbak. De nézzük, mi is történt az állomásokkal, amelyek mostantól új, minimalista dizájnban tündökölnek. A Cseréjes Pöttyös utcai állomásokkal, ha összehasonlítjuk, ez a határút, ez egy teljesen más jellegű. Ez egy három vágányos, szép nagy belmagasságú, galéria szinttel ellátott állomás. Itt ugye az volt az alapadottsága ennek az állomásnak, hogy itt a középső vágány az alapvetően azért épült, mert eredetileg itt tervezték az elágazó vonalat, ugye az Üllői út alatt a Ferihegyi repülőtér felé. Ami végül nem valósult meg, érdekesség egyébként, hogy ennek a vonalszakasznak egy alagúti része elkészült, viszont a három vágány az jelenleg is megvan, ugye alapvetően az üzemtárolásra használja, illetve valamilyen havária helyzetnél itt is fordítjuk a metrókat. Hogy azt a középső peron meg lehessen közelíteni, ami a második meg a harmadik vágány, ezért kellett ugye a galéria szintet építeni, amiatt az állomás belmagassága is sokkal nagyobb. Egyébként olyan nagy, hogy itt igazából a galéria szint fele az már a felszín fölött van, tehát most fölmennénk a felszínre, ott egy ilyen aranyos kis dombocskát látunk, ami valójában a metróállomás fölötti lefedés. Az eredeti építés során gyakorlatilag a 70-es éveknek a szociális stílusában ugye minden állomás egy elég markáns színnel volt megkülönböztetve egymástól, ugye a Népliget az zöld volt,
Az Ecseri úton kőburkolat volt, a Pöttyös utca sárga volt, a határút meg kék volt. Itt ugye más kék árnyalat került vissza, de ezt az alapvető színét megtartotta. És ugye nyilván a nagyépítész feladat az az volt, hogy valamivel ezt a nagy teret úgy megtölteni, hogy az embert arra vonza, hogy a kijárat felé vigye a tekintetet, meg a kijárat felé vigye a sodrást. Ezt alapvetően úgy oldották meg, hogy elkészültek ugye ezek a kék színű burkolatok, amiken ilyen absztrakt mintát alkalmazott a tervező, de ugyanez a minta következetesen ugye a visszaköszön az itt mögöttünk látható üvegfelületeken is. Ezen kívül igen komoly biztonsági funkciója van, ezek tűzgátló üvegek, ezek ilyen 300 kilós darabonként 300 kilós üveglapok, amiket daruval kellett beemelni a helyükre. Hát ez az az érdekes ábra, amiről senki nem tudja, hogy micsoda, de nagyon meghatározza a határúti állomásnak a látványát. Miből is született ez? Így van, ez egy matematikai képletből született, és igazából abból alakult ki ez az absztrakt minta, amin ugye látható a kiegészítő elemek, ami igazából hát találgatásra adhatok ott, tehát elég sok mindent bele tudnak ezekbe képzelni. Ugye megfigyelhető, hogy ezek mindenhol egyediek. Megkopogtat meg picit ilyen vízkartonos, néonfémes hatása van. Miből van ez? Szálcement burkolat. Ezt elég sok helyen alkalmaztuk. Már korábban ugye a 4-es metrón is készültek ilyen szálcement burkolatok, de itt alapvetően a 3-as metrón is sok állomáson előfordul. Láthatjuk a reklámtáblákat, és ezek is beépítve teljesen síkban helyet kapnak a metróban. Azokat a korábbi elemeket, amik az eredeti koncepció követően ugye az évek során kvázi így kinőttek gombamód, lásd elárusító reklámfelületek, időnként egy-egy üzlet, és az összhatás már kifejezetten rontotta vagy zavarta. Azokat most egységesen, átgondoltan, egy következetes koncepció mentén helyezzük el. Ilyenek például ezek a reklámfelületek. Átmetróztunk a Pöttyös utcai metró megállóhoz, és akkor itt rögtön látjuk ezt a nagyon hagyományos és nagyon ismert sárga színt. De ez nem az az árnyalat, ami eredetileg egy sokkal sötétebb, komorabb árnyalat volt, most egy ilyen melegebb, nagy napsárgább árnyalatot kapott. A burkolatoknál tartunk, hogy az állomás elejében, illetve a végében ugye kis mozaikok kerültek elhelyezésre, ami egy egyértelmű visszautalás igazából ugye a 70-es éveknek erre a szociális stílusára, ugye közintézményektől kezdve ez nagyon elterjedt volt mindenhol. Egyébként a Blaha-Lujza téri állomás is kifejezetten ilyen volt, hogy egy gyönyörű kis mozaik burkolata volt eredetileg. Ez az egész tárgy kompozíció, ez is így egységesen került megalkotásra. Látható ugye a BKK-nak a vonalhálózati térképe, látható az állomásokról szóló vonalcsík, ezt úgy hívjuk, hogy vonalcsík, ugye, és integrált tárgy benne a segélykérővel. Itt közvetlenül a kapcsolatot lehet teremteni ugye az állomási diszpécserrel, tehát ez is bármilyen baleset vagy probléma történik, így van, itt be lehet szólni. Fölfelé nézünk, itt ugye látjuk ezt a lamellás álmennyezeti burkolatot, ha így közvetlenül aláállva megnézzük, akkor ezért itt is ugye látszanak a füstérzékelők, látszanak a kamera megfigyelő rendszernek a kamerái, tehát ez is mutatja azt, hogy azért egy igen komplex, gyenge áramú rendszerfelújítás történt. Itt láthatóak utastájékoztató táblák. Emellett, ha már itt sétálunk, láthatóak azok a betonpadok, amik kifejezetten erre a metró felújításra készített egyedi termékek. Ugye azt tudjuk, hogy a metrónak igen szimbolikus, jellegzetes padjai voltak eredetileg, ugye ilyen fröccsöntött színes műanyagpadok voltak. A jelenlegi tűzbiztonsági előírások miatt már ugye ilyen műanyag fröccsöntött padokat nem lehet használni, de ezeknek jó részét egyébként a közlekedési múzeum megmentette. Háttámlás, illetve háttámla nélküli tömör látszó betonpadok kerültek elhelyezésre. Tehát kicsit hidegebb, de biztonságos. Kicsit hidegebb, teljesen biztonságos, így van. Egyébként ülni kifejezetten kényelmes rajta szerintem. Az egész felújítás egyik legnagyobb építészeti beavatkozása az állomási liftek beépítése volt, hiszen a felvonókat bontások útján a meglévő épületekhez kellett hozzáépíteni. A Népligeti metró megállóból fogunk felmenni a felszínre. Ezt a liftet egyébként mindenki használhatja? Abszolút, persze, ezek teljesen közforgalmú liftek, nyilván alapvetően a rászorulókat segítik, de ettől függetlenül bárki használhatja őket.
Ugye látható itt a panelen is, hogy taktilis jelzések segítik a vakok gyengéllátók tájékozódását, és fölmegyünk fel a felszínre. Egyébként az is látható, hogy ugye ez az a lift, ami a peron szinten, az aluljáró szinten és a felszínen is megáll. Igazából ezzel biztosítjuk gyakorlatilag az aluljáró szintnek is az akadálymentesítését. Meg is érkeztünk a felszínre. Akkor ide a beszállás-kiszállás is mondhatjuk, hogy akadálymentes. Az állomásnak nem létezett. Hát ez kifejezetten a liftépítés miatt került kibővítésre ezzel az állomás szerkezet. Arra emlékszem, hogy innentől, ettől a vonaltól előre volt egy bolt, ahol lehetett mindenféle. Így van, itt volt egy bolt. Nyilvánvalóan szintén ugye az építész koncepció alapján az összes ilyen kereskedelmi egységet, meg ilyen utólag hozzátoldott dolgokat, ami egy kicsit ilyen bazárivá tette az egész hangulatot, ezeket ugye megszüntettük, kipucoltuk, tehát most már egy teljesen egységes megjelenés van. Itt látható ugye, hogy a két oldal peronhoz vezető két liftet kellett tudni úgy elhelyezni, hogy onnan ki is lehessen közlekedni, illetve ki is lehessen menni az aluljáró felé. Minden állomás akadálymentes lesz önmagában. Ugye az ecseri és a pöttyös liftek azok épülnek, tehát ezek ugye majd jövő év végére fognak elkészülni. Az aluljáróból a felszínre vezető liftek azok pedig majd az aluljáró rekonstrukció projekt keretében fognak későbbiekben elkészülni. Főleg a Fradi szurkolóknak lehetett nagy fájdalom, hogy a Népliget megálló peronszintje elvesztette legendás zöld színét. Néhol ugyan megcsillan a printelt üvegfelületeken egy kis zöld szín, de nem a Fradi zöld. A tervezők magyarázata erre az, hogy mivel meghagyták az eredeti vörös gránit padlózatot, ahhoz nem passzolt jól a zöld szín. Eredeti színvilág, ez az vörös-zöld színvilág, ez meglehetősen zavaró volt. Tehát ez egy igen erős színkombináció volt. A tervezőit úgy gondolta, hogy mivel itt a aluljáróban, illetve a felső utasforgató csarnokban megjelenik a zöld, mint ugye láthatjuk mögöttünk is, odalent a peron szinten a színek helyett inkább a formákkal operál, és ezért került igazából ez a acéllemez burkolat elhelyezésre, aminek nem is a színe, hanem inkább a formája, ez a dinamikus, térben hajlított forma adja a hangsúlyos részét az arculatnak. Az utazás már csak azzal is komfortosabb az új metróban, hogy a tervezők igyekeztek a zajhatásokat is csökkenteni. Azon kívül, hogy edzetfejű síneket építettünk be, ezeknek az alátámasztó rendszere is megújult, sűrűbb lett az ajkiosztása a pályának, ezáltal jobban bírja majd a terhelést, és egyébként egy teljesen új leerősítési rendszert kapott, aminek vannak olyan rugalmas elemei, amik a zajt, a rezgést, a vibrációt már önmagukban csökkenti. Megfigyelhető itt az állomáson ugye több helyen akusztikai burkolatok beépítése. Az egyik itt ugye a két vágány között is látható. Ugye ezt tudni kell, hogy a metró szerelvény zajának a legnagyobb része az nyilvánvalóan a padlólemez alól, tehát itt a vontató motorokból, a forgóvázakból, a kerekek zajából ered. Ezért készültek ezek az alsó burkolati elemek, illetve megfigyelhetők a mennyezeten is, valamint ott az alagútnak az állomási bejárati szakaszán, ahol éppen most jön be a vonat. Ez mind azt szolgálja, azt a célt szolgálja, hogy csendesebb és az utasok számára is egy sokkal kellemesebb környezet alakuljon ki, amiben nem egy fülsüketítő metrónak az aját kell elviselni. Összességében jó újra az új metrón közlekedni, de még jobb lesz, ha majd a teljes szakaszon megtehetjük ezt.